Köszöntöm a kispad nézőit! Hírek, események, érdekességek a helyi sportéletből. Ezt nyújtja a műsorunk hétről hétre. Kezdünk! Véget ért az alapszakasz az acélbikák számára. Utánpótlás kézilabda tornát tartottak városunkban. Ezen kívül számos ligában bajnoki fordulókat rendeztek, amelyben érdekeltek voltak a dunaújvárosi csapatok is. Ezúttal az utánpótlás csapatok mutatták meg tudásukat a dunaújvárosi sportcsarnokban. A DKK a kupa harmadik fordulójában az U8-as, az U12-es és az U13-as korcsoport együttesei mérték össze egymással erejüket. A felkészülési tornán nem csak igazolt játékosok vettek részt, hanem amatőr sportolók is. Ezek a sportolók javarészt a kisiskolás és a gyerekbajnokságban versenyeznek, azonban ez a kupa esélyt azoknak a gyerekeknek, akik esetleg nem igazoltak, vagy nincs lehetőségük arra, hogy egy igazolt sportolók legyenek, így iskolák is indulhattak ezen a versenyen. Egy utolsó kérdés, beszéljünk egy kicsit haza. A mi csapataink, a dunaújvárosiak hogyan szerepeltek, mennyire vagytok velük elégedettek? Szerintem ez egy felkészülésnek a bajnokság mellett nagyon jó, és olyan gyerekek is kapnak versenylehetőséget, akik esetleg a bajnokságban nem. Ugye U8-es, U9-es, U12-es és 13-as korosztályban is indult az akadémia csapata, összesen 5 csapattal, mert az U9-ben 2 csapatunk indult. Szerintem nagyon helytálltak eddig, mint ugye hazai csapat, és továbbra is szeretnének minél jobb eredményt elérni. A program tavaly indult, amelyen akkor még csak az akadémia partneriskolái vettek részt. Ezt azonban az idei évben kiszélesítették és országosan meghirdették. A felkészülési tornát több fordulósra tervezik, így egészen júniusig rendeznek majd játéknapokat a különböző korosztályok számára. A Csíkszereda ellen korcsolyázott jégre a Dab jégkorong csapata az idei szezon utolsó MOL-liga mérkőzésén. A találkozónak nem volt igazi tétje, mivel sem az erdélyiek, sem a dunaújvárosiak nem jutottak be a bajnokság rájátszásába. A közelmúltban több kulcsjátékos is eligazolt a Dab együttesétől, és a megfiatalított kerettel felálló acélbikák végül 3-6 arányú vereséget szenvedtek a sorozat búcsú mérkőzésén. Strenk Hunor, a Dab másodedzője, értékelésében az elvesztett találkozó ellenére kiemelt néhány pozitívumot. Megmondom őszintén, hogy jól kezdtük a mérkőzést. Ugye a harmadik számú kapusunk Lajcs János védett nálunk ezen a mérkőzésen. Ő próbálta tartani a csapatot, az elején mindenképpen több helyzetünk volt a vendégeknél. Sajnos két nagy egyéni hiba után be tudtak találni. Ez egy kicsit rányomta a bélyegét a mérkőzésre, de a harmadik harmadban úgy gondolom, hogy visszajöttünk. 5-3-nál még esetleg lett volna esélyünk az 5-4-re, utána kapus lehozatallal talán még ki is egyenlíthettünk volna, de úgy gondolom, hogy ez a küzdelem, amit bemutattunk itt a harmadik harmadban, erre lehet építeni. Nem hittem a Fülemnek, viszont örömmel hallottam, hogy valami ünnepségfélét rendeztetek itt az öltözőben a mérkőzés végén. Mi volt az? Megmondom őszintén, hogy ilyenkor azért nehéz teljes mértékben úgymond az ünneplésre koncentrálni, de 48 mérkőzés, ez a sok-sok hónap, ami mögöttünk van, rengeteg meló, amit beletettek mind a játékosok, mind mi a stáb, ez ilyenkor egy kicsit úgy felemelkedik, és mindenki érzi a súlyát, hogy mennyit tett bele ebbe az egészbe az elmúlt hónapokba, és ilyenkor illik és szokás lezárni ezt az alapszakaszt egy kis bulival. Hiszed vagy nem, december elejéig szentül hittem, hogy bejuttok a rájátszásba. Nem sikerült. Miért? Hát ez egy jó kérdés. Én is úgy gondoltam a szezon egyharmada után, vagy kétharmada után esetleg, hogy esélyesek lehetünk a rájátszásra. Sajnos nagyon rosszkor jött ez a hullámvölgy, amikor 12-szer zsinórba kikaptunk, mindössze egy pontot tudtunk szerezni. Ez mindenképpen túl hosszú volt ez a széria ahhoz, hogy sikerüljön a rájátszás.
Lee Gilbert, az acélbikák vezetőedzője elmondta, az egész szezon során erőssége volt együttesének, hogy az utolsó pillanatig nem adta fel a mérkőzést, bármi is állt az eredményjelzőn. Hozzátette, bár a MOL Liga küzdelmei lezárultak, akad még dolga az idei szezonban csapatának. A következő feladat a Magyar Kupa csapat számára, amellyel kollégám és én megpróbáljuk lefektetni a jövő szezon alapjait. A Magyar Kupa lebonyolításának sorrendje egyelőre még kérdéses, hiszen a MOL Liga hatos rájátszásába kizárólag magyar csapatok jutottak be. A sorozat a negyeddöntőkkel kezdődik február 17-én. Az első osztályú női kézilabda bajnokság hétvégi fordulójában a DKK a Vác együtteséhez látogatott. Bár a találkozó első góljait a házigazdák szerezték, a vendégek hamar megfordították az állást, és a 17. percben már 11-4-re vezettek. Ezt követően a Pest megyeiek védekezése keményebbé vált, és a félidőre 4 gólosra csökkent a dunaújvárosiak előnye. A második játék részben Zrabko Zovko tanítványai továbbra is hatékonyan támadtak, így ismét nőtt a két gárda közti különbség. A Vác azonban ekkor sem adta fel, keményen küzdött a felzárkózásért, de a dunaújvárosiak egy 3-0-ás rohammal végül lezárták a mérkőzést, és 28-24-re megnyerték a találkozót. Az idei év első bajnoki mérkőzésén a Duen Marsk együttese a BVSC csapatát fogadta. A találkozót a fővárosiak kezdték jobban és gyorsan elhúztak 3 góllal. Ezt követően a hazaiak 3-2-re felzárkóztak, de egy újabb vendéggólnak köszönhetően Petrovics Mátyásék kerültek kedvező helyzetbe. A második negyedben a dunaújvárosiak továbbra sem találták a rést a BVSC védekezésén, a fővárosiak viszont rendre hibára késztették a hazaiakat, így 6-2-re elhúztak. A folytatásban tovább nőtt a két gárda közti különbség, így a záró etapra gyakorlatilag eldőlt a mérkőzés. Az utolsó játékrészben a dunaújvárosiak 5 gólra felzárkóztak ugyan, de ennél közelebb nem tudtak férkőzni Mihók Attila tanítványai a fegyelmezetten játszó fővárosi gárdához, így végül 10-5-ös vereséget szenvedtek. A mieink legközelebb február 13-án szombaton 17 órától hazai medencében a Szeged ellen javíthatnak. A bajnokságban utolsó helyezett Debrecen együttesét látta vendégül a Dunafer SR röplabda csapata. A dunaújvárosiak esélyeshez méltóan kezdték a találkozót, és magabiztos játékkal 25-11-re behúzták az első szettet. A második játékrészben a debreceniek szereztek némi előnyt, ezt azonban hamar ledolgozták a dunaújvárosiak, és végül 25-13-ra ezt a szettet is behúzták Tomanóci Tibor tanítványai. A záró felvonásban a Dunafer ellentmondást nem tűrő magabiztos játékkal 10 pontos különbséggel megnyerte a harmadik etapot, amely egyben a mérkőzést is jelentette. A Dunaújváros Pase labdarúgó csapata hivatalos közleményt adott ki, miszerint nem sikerült szponzorokat találni, így a klub anyagi finanszírozása lehetetlenné vált. Emiatt az egyesület vezetősége a felnőtt csapatnál hivatásos szerződéssel rendelkező játékosokkal, valamint a teljes szakmai stábbal szerződést bontott. Így az MB2-es bajnokság tavaszi szezonjában a dunaújvárosiak várhatóan saját nevelésű fiatal játékosokkal szerepelnek majd. A csapattól már korábban távozott 13 játékos, valamint a vezetőedző Artner Tamás, illetve Székely Tibor másodedző is. Így a dunaújvárosi gárda felkészülését jelenleg ideiglenes vezetőedző Jávorka András irányítja. Ezen a héten Zemankó Zoltán, a Dunafer DUE Renalpin FC operatív vezetője volt stúdió vendégünk. A szakember értékelte a futsal csapat eddigi működését, valamint az idei esztendő sportszakmai és gazdasági célkitűzéseiről is beszélt. Köszönöm.
Köszöntöm kedves nézőinket, önök Sporti Robotunk heti adását látják, amelyben vendégünk ki már sokat szóra, Zemankó Zoltán. Üdvözöllek a műsorban ismét. Jó sok idő eltelt, mióta legutóbb itt voltál, itt voltatok, akkor többet magaddal. Beszéljünk a Dunaújvárosi futszáról. Szerencsére volt alkalmam és lehetőségem végigkövetni a csapat fejlődését. Ugye elindultatok MB2-be, akkor még az volt a cél, hogy egy tisztes helytállás, aztán összejött a rájátszás, aztán ha van lehetőség, akkor jussunk is fel, ez is összejött, és most már arról beszélünk, hogy kimondva kimondatlanul dobogó közelben van, legalábbis az alapszakasz alapján a csapat. Nagyon szerencsés helyzetben vagyok itt, és nagyon szerencsés helyzetben mesélhetek a mi múltunkról, és tekintünk egy picit a jövőbe, hiszen valóban, ahogy te is fogalmaztál, látszik a fejlődés ezen a csapaton, látszik a fejlődés a klubunkon, és ez én azt gondolom, hogy egy dolognak köszönhető, a kitartásnak, az elszántságnak, illetve a sok-sok belefektetett munkának. Valóban mi sem gondoltuk azt, ha egy picit szabad visszatekintenem, az elmúlt három évre, hogy ide fog jutni ez a csapat, de az is látszott, hogy egy olyan öngerjesztő folyamatba kerültünk bele, és estünk bele, picit biztos, hogy ezt mi is szerettük volna, ami nem hagyta azt, hogy megálljunk. Akár az MB2-ből való hirtelen első évben történő felkerülésünk az első osztályba, akár az első évben, az első osztályban eltöltött bajnoki szezonunk sikere, amely a felsőházi rájátszás az ötödik helyet jelentette, illetve most ez a csapat ebben az évben ugye még ölesebb léptekkel, úgy néz ki, még ölesebb léptekkel halad, és még több sikert tud elérni. Én azt gondolom, hogy ebben a szériában legfontosabb feladatunk az, hogy ezt egyrészt fenntartsuk, másrészt pedig kellően szerények és alázatosak maradjunk. Ugyanazzal az elszántsággal álljunk a munkához, ugyanazzal az elszántsággal buzdítsuk a mi játékosainkat, és az alázatról ne feledkezzünk meg egy percesen, arról, hogy honnan indultunk és hova jutottunk. Ebben a szezonban már számos remek eredményt elért a csapat, ugye itt gondolok a győri győzelemre, ugyanakkor voltak kisebb kisiklások is, de eljutottunk odáig, hogy tényleg most már egy stabil felsőházi, sőt dobogó közelben lévő csapatról beszélhetünk, amelyik ráadásul benne van a Magyar Kupa 4-es döntőjébe. Igen, látszik a mi csapatunkon egyfajta kettősség, még mindig itt elő-elő fordulnak, hiszen a győri győzelem egy hatalmas siker volt, aztán utána egy Nyírgyula elleni sikertelenség, egy vereség, mindjárt azt gondolom, hogy helyrésket, hogy rakjon minket, nagyon messze van még az út vége. A szezon előtt azt mondtuk, hogy a következő három évet szánnánk egyfajta építkezésnek. Ebben az évben a minimális cél természetesen a hatba, a felsőházba kerülés, a következő évben egy picit megint feljebb lépni, aztán a harmadik évben nagyon-nagyon szeretnénk érmekért, talán a legfényesebb éremért harcolni. Tudjuk és látjuk azt, hogy ez valóban csak így építhető fel. Szeretnénk a dunaújvárosi, illetve a mi fiataljainkat beépíteni a csapatba, és szeretnénk a tapasztalt játékosok mellett, rutinos játékosok mellett megtanítani akár a dunaújvárosi fiataloknak is a futsalsportot. Nagyon fiatal ez a sport, nem csak Magyarországon, hanem Dunaújvárosban is. Látjuk azt, hogy rengeteg erőt kell ebbe, és főleg szakmailag tennünk. A mi edzőinknek képezni kell magukat, és erre különös tekintettel és különös hangsúlyt kell fektetni a klub vezetésének is, és ebbe erőt kell tennünk. A remek bajnoki szereplés, hát dobogó közelben vagyunk. Még egyszer szeretném hangsúlyozni igazából, ami célunk, a minimális célunk a hatba kerülés volt. Hát persze, evés közben jön meg a miért vágyunk is, és látjuk azt, hogy elérhető közelségbe kerül akár a dobogós helyezések valamelyike. Ígérem, mindent meg fogunk tenni ezért a bajnokságban. És a bajnokság mellett a kupában is nem csak a szerencse, hanem azt gondolom a szakma is, a szakmai tudás is, és az elvégzett munka is kijött, nem csak a szerencse állt mellénk. És az elvégzett munkának az eredménye az, hogy a Szombathelyen a haladás csapatán túllépve a Magyar Kupa 4-es döntőbe juthattunk. Hatalmas dicsőség ez számunkra, hatalmas sikerként éljük meg. Február 20-án és 21-én lesz a Magyar Kupa elődöntője és döntőmérkőzése. A Magyar Kupába jutott 4 csapat, a Ferencváros, a Győr, a Berettyóújfalu és ugye mi.
sorsolás alapján a Ferencvárost kaptuk ellenfélként, és február 20-án 18 órakor a Gyöngyösi Sportcsarnokban velük fogunk majd megmérkőzni. Hát, ki ne szeretne játszani a Ferencvárossal? Mi is nagyon szeretnénk. Nagyon reméljük azt, hogy sikeresen tudjuk ezt a mérkőzést majd megvívni. Számítanánk a mi szurkolóink segítségére is. Tervezzük és fogunk is indítani szurkolói buszt. Úgyhogy mindenkit buzítok és bátorítson, keressen minket, és reméljük, hogy gyöngyösen találkozunk majd. És a 20-ai elődöntőt, ha valóban sikerül sikerrel vennünk, győzelemmel vennünk, akkor 21-én pedig a döntőt játszhatjuk, hát országvilág előtt. Ugye itt említetted már te is, hogy a szakvezetés, illetve a játékosok közti harmónia az elengedhetetlen ahhoz, hogy egy csapat sikeres legyen. Na most itt a szakvezetés részéről azt hiszem, hogy ez adott, hiszen Fehér Zsolt egy országosan ismert és elismert edző, hiszen megmutathatta magát most a belgrádi kontinens viadalon is. És hát a játékosok részéről is említetted azt, hogy egy fiatal csapat, egy jó csapatról van szó, amit megint csak alátámaszt a belgrádi Európa bajnokság, hiszen ha jól emlékszem, a Berettyó úgy fogadott 5 játékost a válogatottban, mi pedig 3-at, ráadásul elég fiatal 3 játékosról beszélünk. Azt hiszem, hogy ők mindenképpen partnerek ebben. Igen, így van. Fehér Zsolt Magyarország egyik legfelkészültebb és legalázatosabb, mondhatom azt, hogy legjobb futszáredzője, nem véletlenül alkalmazza őt, és nem véletlenül dolgozik vele szövetségkapitányosan válogatottnál. Fehér Zsolt rendelkezik minden tudással, minden kompetenciával, amely valóban alkalmasra teszi őt arra, hogy ne csak egy válogatottnál, hanem egy klub szinten is remek eredményeket érjen el itt Dunajvárosban. Fehér Zsolt javaslatára és tanácsára igazoltunk mi a nyáron, és erősítettük meg a csapatunkat. Az erősítésnek része volt Hosszú Ádám, Horváth Norbert, Klacsák, Bence. 3 válogatott játékosunk, és nemzetesen még néhányan, de ők 3 ugye válogatottak. Nagyon nagy büszkeség ez nekünk, és valóban a nagymúltú Berettyó mellett talán Dunajváros tudja a legtöbb játékost adni ma a válogatottnak. Én azt gondolom, hogy az EB-re való kijutás már önmagában egy hatalmas eredmény volt a válogatottól, hiszen, mint mondtam, nagyon-nagyon fiatal csapatról van szó, és nagyon-nagyon fiatal sportágról van szó Magyarországon, és olyan csapatok ellen tudta a válogatott sikerrel venni az akadályokat, amik azért ebben a sportban már a múltját tekintve előrébb járnak. Hatalmas sikerként élte meg ezt, éltük meg mi is, hogy az EB-re kijutott a válogatott, és én azt gondolom, hogy játékban nem vallottunk szégyent. 2 vereséggel kellett befejezni az Európa-bajnokságot, de igazán csak tévén tudtam követni az eseményeket. Én azt láttam, hogy nagyon sokat fejlődött ez a sportág az utóbbi időszakban, és nagyon örülök annak, hogy Dunajváros ennek részese lehet, Dunajváros hozzá tud tenni, hiszen ezek a srácok, ők hétről hétre köztünk készülnek, hétről hétre Fehér Zsolt kezei alatt készülnek, és Fehér Zsolt munkája nem csak klub szinten, hanem válogatott szinten is látszik. Úgyhogy nem mondhatok tényleg más, mint hogy Dunajváros ma rendkívül büszke a futsal csapatára és futsal játékosaira. Visszatérve a hazai vizekre itt a válogatott után, most már azért február van, Magyar Kupa 4-es döntőről már beszéltünk, és a bajnokságban is lassan véget ér az alapszakasz, kezdenek kiegyenesedni azok a bizonyos kérdőjelek és felkiáltó jellé válni. Te a szezon végén, mint az együttes szakmai vezetésében dolgozó ember, mivel lennél elégedett? Elégedett mivel lennék? Elégedett azzal lennék, hogyha tényleg a céljainkat meg tudnánk valósítani. Azzal lennék elégedett, hogyha a szezon végén elégedett arcokat látnék a nézőtéren, a szurkolóink között, és elégedett arcokat látnék ami támogatóink között, ami barátaink között, hogyha rájuk nézek. Nem tudok és nem is szeretnék eredményt mondani. Én biztos vagyok benne, hogy ez a csapat többre hivatott a 6. helynél, de hát ahogy szokták mondani, a labda kerek, a munka még, az út még nagyon hosszú előttünk, én remélem, hogy egy minél jobb eredményt tudunk elérni, és nagyon-nagyon szeretnénk, ahogy az alapszakaszban is, azokat a csapatokat eredményben legyőzni és megverni, akikkel az alapszakaszban is jó mérkőzésre tudtunk játszani, a riválisaink, akár a Szombathely, akár a Győr, lemondhatnám akár az Aramiszt, Budaörsi együttest, jó eredményre számítok, minél jobb eredményre számítok, de azt szeretném látni, hogy az augusztusban elkezdett munka, az a fejlődés, az a munka az meglátszódjon rajtunk júniusban,
és úgy tudjunk majd neki menni a pihenőnek is, majd a felkészülésnek, hogy már egyet megint előrébb tudtunk lépni a tavalyi évhez képest. Hát, hogyha összejönnek ezek az eredmények, akkor azt hiszem, hogy biztos, hogy fogunk mi még itt ülni egymással, akár a csapattal, akár a szakvezetés többi tagjával is fogunk tudni beszélgetni az elért sikerekről. Zemanko Zoltánnak a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ennyi volt már a Sportré, tartsanak velünk továbbra is! Eddig tartott a kispad. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket. Ugye tudják, jövő héten ugyanebben az időben várjuk önöket. Tartsanak velünk továbbra is. Viszontlátásra!